Hello, itt Annus, üdv a konyhámban! Ma egy extra finom csokis kalácsot mutatok meg, nézd csak! Ha végignézel az oldalamon, akkor biztosan látod, hogy nálam kiemelt helyen vannak a kelt sütemények, mert a családunk nagyon szereti. Ez a szíves kalács is pont olyan népszerű, mint a korábban bemutatott fonotka, ami fahéjasan és csokisan is szokott készülni, na meg a tekercsokis párna, ami annyira puha, hogy elolvad a szádban. És persze a kedvenc babkáról se feledkezzünk meg, ami kihagyhatatlan ebben a kategóriában. Na de térjünk vissza erre a szíves koszorúra, és kezdjünk is neki. A liszteket átszitáljuk egy tálba. Beleszórjuk a porcukrot, a sót, az élesztőt, és összekeverjük. A közepén egy mélyedést alakítunk ki, és beleöntjük a tejet, a tejfölt és a tojást. Egy spatulával nagyjából összekeverjük, majd a kezünkre váltva dagasztani kezdjük. Jöhet bele a vaj fele. Dolgozzuk bele alaposan. Majd a másik felét is dagasszuk hozzá. Amikor már sejmes a tészta és nem tapad ragacsosan a tenyerünkhöz, készen is vagyunk vele. Hagyjuk a duplájára kelni egy óra alatt. Ha nem érted, hogy miért használok kenyérlisztet, vagy nehezen boldogulsz a keltésztákkal, akkor olvasd el az oldalamon a receptnél leírt kis okost, ami segít kivédeni a problémákat. A töltelékhez aprítsuk fel a csokoládét kis kockákra. A puha vajat egy tálkába tesszük, és kicsit átkeverjük, hogy könnyebb legyen beledolgozni a porcukrot. Ha már szépen felvette, jöhet bele a kakaópor is, amivel keverjük teljesen simára a krémet. A deszkát enyhén belisztezzük, és a megkelt tésztát ráborítjuk. Egyenletesre igazítjuk, és két egyenlő részre vágjuk. Egyesével feszes gombóccá formázzuk. Az első tésztát fokozatosan kinyújtjuk. Ha szükséges, időnként lisztezzük meg, hogy szép vékonyra tudjuk nyújtani. A kakaós krém felével vékonyan megkenjük, majd megszórjuk a csokoládéval is. Szorosan tekerjük fel a feléig, majd a másik oldalról ugyanígy. Emeljük egy fóliára és szorosan csomagoljuk be. Így tegyük a hűtőbe 20 percre, hogy szebben lehessen szeletelni és formázni. A vaj szuper jól megkeményedik benne, és így a vágási felülete nem lesz majd maszatos. Ezt a lépést nyugodtan át is ugorhatod, ha téged nem izgat túlságosan a vágási felület. A második tésztát ugyanígy formázzuk meg. A lehűlt csíkot 8 egyforma széles darabra vágjuk. Emeljük sütőpapírral bélelt formába, így látszik is, hogy mitől lesz szív alakú. A második tésztát is ugyanígy készítsük el.
Az egyiket így, ahogy van, lefóliázva a hűtőben tarthatod akár 16 órát is, ha csak reggelire szeretnéd kisütni. Vagy akár le is fagyaszthatod 3 hónapra, miután keményre fagyott, vedd ki a formából, és fóliába csomagolva tárold, ha neked is mindig helyhiányod van. Azt, amelyiket rögtön szeretnéd megsütni, hagyd újra a duplájára kelni, és csak utána tedd az előmelegített sütőbe sülni. A receptet a pontos mennyiségekkel és hasznos tippekkel megtalálod a videó leírásában a linkek között és az annuskan.hu oldalon. Ha szereted a finom ételeket, ellenállhatatlan desszerteket, akkor nézd meg ezt a kettőt is. Ugye jól néznek ki? Még több videóért iratkozz fel a csatornámra, kapcsold be a csengő értesítést, lájkold ezt a videót, hogy mások is láthassák, és találkozzunk legközelebb is.